Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Álhír Süli János felmentése, az új atomerőművi blokkok építéséről tartottak tájékoztatást Pakson. Üzleti etikai díj, újabb elismerést kapott a Királyegyházi cementgyár. A helyi értékek védelméért 60 millió forintból 8 település részvételével indul az új Tolna megyei program. Nem kedvezett az elhúzódó meleg, drágább lesz idén a fenyő. Az új paksi atomerőművi blokkok építése a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el. Törekszenek arra, hogy minél előbb megvalósuljon a beruházás. Elsőbséget élvez azonban a nukleáris biztonság betartása a kivitelezés során és a majdani üzemeltetés alatt is, jelentette ki Süli János tárca nélküli miniszter Pakson, ahol a Parlament Költségvetési Bizottságának tagjai kaptak közvetlen tájékoztatást a Paks 2 projektről. A találkozón az is elhangzott, álhír, hogy Süli Jánost felmentenék, mert lassan halad a paksi bővítés. A jelenlegi blokkokhoz hasonlóan műszaki és biztonsági szempontból is a világ élvonalába tartozó blokkokat fogunk építeni, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának Pakson tartott kihelyezett ülésén Süli János. A miniszter a bizottság tagjait részletesen tájékoztatta a Paks 2 projekt aktualitásairól, az atomerőműben és az építési területen tett látogatás során, majd a bizottság ülésén. Örülök annak, hogy a Költségvetési Bizottság ülése lehetőséget adott arra, hogy egyébként számos kérdést sikerüljön tisztázni. Egy tisztességes tájékoztatást kaptunk, bár sok vita maradt még, láthatóan van miről még beszélnünk. Éppen ezért akár a megtérülés, akár a társadalmi tájékoztatás vonatkozásában, de a mai napot azt én eredményesnek tekintem. Süli János azt mondta. Az ország ellátás biztonsága érdekében szükség van az új paksi atomerőművi blokkokra. Magyarország csak így tudja garantálni, hogy szén-dioxid kibocsátás nélkül, időjárástól függetlenül, biztonsággal rendelkezésre álljon a lakosság és a gazdaság ellátásához szükséges villamos energia. A kivitelezés a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el, ennek során és a majdani üzemeltetés alatt a biztonság minden más szempontot megelőz. Mindenkor elsőbséget élvez a nukleáris biztonságnak a betartása. Ezt tartjuk mi szem előtt, műszaki emberként ezt tudjuk szem előtt tartani, és persze törekszünk a lehető leghamarabbi megvalósításra. A Paks 2 Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a tájékoztatási munka kapcsán elmondta. A Paks környéki településeket az engedélyezés során személyesen keresték fel, a fontos mérföldköveknél országos tájékoztatást végeztek, az atomerőmű látogatóközpontjában Paks 2-es információs sarok érhető el, az interaktív kamion pedig házhoz viszi az információt. Mitler István a miniszter felmentésével kapcsolatban felröppent hírre azt mondta, álhírről van szó, ezért a továbbiakban ezzel nem kívánnak foglalkozni. Ezt később a kormány szóvivő is megerősítette. Szakmai fórumot rendezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csütörtökön. Az idei megyei tapasztalatokról beszéltek az előadók a közös agrárpolitika támogatásainak, pályázatainak igénybevételével kapcsolatban. A rendezvényen a Baranyai Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztés támogató főosztálya is beszámolt munkájukról, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból folyósított támogatások ügyintézését végzik. Ügyfélbarát módon az egységes kérelem keretében benyújtandó pályázatok, támogatásokhoz kapcsolódóan, kifizetési kérelemekhez kapcsolódóan, illetve hát a vidékfejlesztési operatív program pályázataiban is segítséget nyújtani, úgyhogy mindenképpen szeretnénk, hogyha mindkét területen sikeres támogatások, pályázatok születnének, és ehhez minél szélesebb körben szeretnénk tájékoztatást adni, és elmondani a tapasztalatokat, tanácsot adni, tehát segítséget nyújtani a gazdálkodóknak, pályázóknak. Üzleti etikai díjjal ismerték el a Királyegyházi cementgyárat. A díj 2000 óta az üzleti élet rangos elismerésévé vált. Az alapítók célja az volt, hogy a magyar társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek azok a hazai vállalkozások, amelyek felelős tevékenységükkel, gondolkodásukkal, a környezet és a társadalom érdekeivel összehangolt fejlesztéseikkel példát mutatnak. A zsűri a díjjal a Lafarge-Holcim cégcsoport globális célrendszerével összhangban álló körkörös gazdaság helyi megvalósítását, ezen belül a zéró szén-dioxid kibocsátásra irányuló törekvését, a helyi közösségekért tett erőfeszítéseit értékelte.
Külön értékelte a zsűri, hogy a Lafarge Cement Magyarország Kft. Szerves része a magyar körkörös gazdaságnak. Ez azt jelenti, hogy egyéb iparágnak a hulladékanyagát, illetve tovább nem hasznosítható anyagát tudjuk mi itt a cementgyárba a termékbe vagy beépíteni, vagy energetikailag hasznosítani. Az integritás fontos és szerves részét képezi a mindennapunknak, mindennapjainknak. Külön etikai kódexünk van, melynek betartását elvárjuk a dolgozóinktól, illetve a beszállítóinktól, akinek egyébként kb. 80%-a hazai. A helyi közösségek támogatását is külön értékeli ez a díj. 60 millió forintból közel 100 programelemet tartalmaz az a projekt, mely 8 Tolna megyei település és a megyei önkormányzat együttműködésével valósul meg. Az elképzelések szerint a helyi értékek visszatanítását célozza a program. A megyei önkormányzat célja a megyei közösségi tudat erősítése. Azt szerettük volna, hogy a megyébe egy olyan közösség alakuljon ki, amely egyrészt magát a megyét egy zárt, egységes, erős, potenciálisan meghatározó megyévé kerekítse, teljesítse ki. A megyei önkormányzat megalakulásakor tűzte ki maga elé a vezetés ezt a célt. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a közösségi tudat megerősítése volt a legfontosabb feladatok egyike. A megyei közgyűlés elnöke maga sem bízott igazán az értéktárt bizottságok sikerében. Mára kiderült, a települések felmérték értékeik fontosságát. Érdemes ebbe beleállni, és munkatársaim is úgy látják, hogy amellett, hogy a megyének vannak olyan gazdasággal kapcsolatos fontos feladatai, amiket kell csinálni, és ami szintén előre visz, hát ez is egy óriási és nagyon fontos feladat, és ez nagyon-nagyon hosszú távú megtérüléssel bír ez a dolog. A területi operatív programból 60 millió forintot fordít a megye a 8 település együttműködésében létrejövő közel 100 programelem lebonyolítására, melyben a képzőművészet, a zene, az irodalom, a közösségfejlesztés és az értéktárak fejlesztése kap majd helyet. Mondtam is, itt egy úttörő munka az egész, úgyhogy napra változni fog, és biztos, hogy lesznek benne buktatók, de ahogy mi összeállítottuk, ez egy nagyon szép dolog. Már előre várom egyébként ennek az eredményét, mert tehát a gyerekeket visszatanítani arra, amiket mi is tanultunk, és hogy vigyék tovább. Ez egy csak a probléma. A másik az, hogy tényleg legyenek büszkék arra, hogy itt élnek vidéken, és legyenek büszkék arra, hogy ilyen kultúrája van a környékünknek. Ha erősek a települések, erős lesz a megye is, hangzott el a tájékoztatón. Örömmel meg fogjuk ismerni a másik településeknek is, hogy milyen értékeik és milyen kincseik vannak. Legalább ez a két év arról szól, hogy elindít talán egy olyan folyamatot, ami a jövőbe úgy tekint, hogy nem csak szomszédok, hanem barátok laknak együtt a Sió partján. A program november 28-án és 29-én a Sióalgárdi értékhangoló vetélkedővel indul. Befejeződött a bátaszéki tanúszoda energetikai korszerűsítése, így mostantól a működési költségek jelentősen csökkennek. Éves szinten 8-10 millió forintot tudnak ezzel megtakarítani. A fejlesztésre 264 millió forintot nyert a helyi önkormányzat a TOP pályázaton. Hatalmas tömeg gyűlt össze tavaly az egyik úszóversenyen a bátaszéki tanúszodában, ami jól mutatja, milyen fontos helyet tölt be a település életében. A tanúszoda most 264 millió forintból korszerűbbé vált egy TOP pályázatnak köszönhetően. Tavaly decemberben kezdődtek meg a munkálatok, a fűtés korszerűsítéshez szükséges 30 talajszonda azóta a helyére került. Ezek pedig már friss felvételek, minden munkálat befejeződött, megújuló energiával váltották ki a gáz és a villamos energiát. A talajszondákkal a 14 fokos talajvízből 47 fokos vizet állítanak elő, amivel többek között a medencék vizét fűtik fel. Ami gyakorlatilag egy megújuló energiaforrás, kiapadhatatlan, és folyamatosan tudja biztosítani ezt a hőenergiát, ami annyit jelent, hogy a továbbiakban az üzemeltetés, ennek a gyönyörű korszerű úszodának az üzemeltetésében a gázenergia, mint fosszilis energia bevitelét kiváltja teljes mértékben, tehát a továbbiakban a gázenergia csak tartalékként vesz részt a rendszer üzemeltetésében. Jelentős költséget takarítanak meg ezzel a lépéssel, valamint a többi energetikai korszerűsítéssel.
Kialakítottak az épület tetején egy 50 kW-os naperőmű rendszert, és lecseréltek 270 világító testet LED lámpára. Nem kis anyagi megterhelést jelent, hiszen ennek a létesítménynek az éves fenntartási költsége mintegy 35-40 millió forint közötti összegre tehető. Ezért is fogalmazódott meg a városvezetésben az a gondolat, amikor láttuk, hogy maga a top pályázat erre is ad lehetőséget, hogy a működtetési költségeket próbáljuk csökkenteni. A tanúszoda fenntartási költségek közel 10 millió forinttal csökken a fejlesztésnek köszönhetően. Sokféle adatbázist kezel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezek egy része azt célozza, hogy jogkövető magatartást kövessenek az adózók, de van olyan nyilvántartás, ami éppen az üzleti kapcsolatok létesítésénél segíti a cégeket, vállalkozásokat, hogy megbízható partnert találjanak a piacon. A NAV-nál használt adatbázisokról beszélt stúdiónkban a megyei sajtóreferens Adópercek című műsorunkban. Bármilyen kétel merül fel, akkor le tudja ellenőrizni például az üzleti partnerét, hogy létező adóalanyról van-e szó, rendszeresen beadja a bevallásait, áfa bevallásait például nem mulasztotta el, vagy pedig nincs ellene végrehajtás, felszámolási eljárás folyamatban, milyen alkalmazottakat foglalkoztat, tehát szabályosan foglalkoztat, vagy pedig van emiatt esetleg már büntetése, esetleg nagy tartozása rendelkezik ez az üzleti partner, tehát minden lehetőség adott arra, hogy utána nézzenek. Átlagosan 15-20%-kal magasabb áron vásárolhatunk az idén fenyőfát. A lucméterenkénti ára 4000-4500 forint, míg az ezüst fenyőé 5500-6000 forint is lehet. A közkedvelt normann fenyőért is többet kell fizetnünk, ennek ára akár a 8000 forintot is elérheti. Az emelés oka a száraz meleg ősz, hiszen így később tudták elkezdeni a kitermelést, illetve több fa is tönkrement. Már javában vágják a karácsonyfának valót Csurgó környékén. Idén is a luc, az ezüst és a normann lesz a sláger. A luc fenyő, az ezüst fenyő és a normann fenyő. Ezek a klasszikus fajták, a normannból egyre többet adunk el, de a luc fenyő pedig egyre jobb minőségű. Szinte egész Európába szállítanak fenyőfát Csurgóról. Most elsősorban Olaszország a célország, és erősödik a kelet-európai, közép-európai piac, Románia, erdélyiek keresnek meg, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, szomszédországok. Az elmúlt évekhez képest azonban idén várhatóan 10-20%-kal emelkedik némelyik fafajta ára. Alapvetően a tavalyihoz hasonlóan alakulnak az árak. Azért a lucfenyő azt gondolom, hogy 10-20%-kal drágább lehet. Főleg a jobb minőségű lucból érdemes előbb megvásárolni, ha valaki szeretné. Ugyanis abból nem olyan nagy mennyiség van, mint amennyit szeretnénk. A normann méterenkénti ára akár a 7000 forintot is elérheti. Az áremelés oka a hosszú, száraz ősz, mondja Szabó István. Egyrészt a fenyőkben nem volt elég nedvesség, úgyhogy amikor a fenyőben nincs elég nedvesség, nem elég párás, hűvös a környezet, akkor nem szabad vágni, másrészt a túl meleg az időjárás. Mind a kettő jelen volt. Úgyhogy ez miatt egy jó 10 nappal később lehet kezdeni a kitermelés, mint ahogy szoktuk. Így sokkal kevesebb idő alatt kell kitermelni a több 10000 fát az elmúlt évekhez képest. Ez körülbelül 1 méter 50 centi, ez 6000 forintos árba lesz. Ez a kaposfüredi kistermelő is emelt idén az árain. Átlagosan 20%-kal többért lehet nála fenyőfát vásárolni a tavalyihoz képest. A lucfenyő az úgy 4000 körül lesz, az ezüstfenyő pedig 5 és 6 között. Vannak, akik már hetekkel ezelőtt lefoglaltak egy-egy fát, amelyet csak később vágatnak majd ki. Általában ezeket mind ünnepek előtt 3-4 nappal vágjuk ki. Tehát 20-21, 22, 23-án, hogy friss legyen, és így frissen viszik be a lakásba. A fenyőfák árusítását előreláthatólag néhány hét múlva kezdik el. A Mohácsi csata helyszínével kapcsolatos kutatásait is ismertette Papp Norbert a csütörtöki 11. Magyar Politikai Földrajzi Konferencián. Az MTA helyi székházában plenáris üléseken, illetve szekció üléseken került többek között a Mohácsi csatával kapcsolatos legújabb feltételezés a kutatók elé.
Pontosan hol van a mohácsi csata helyszíne? Ez az a kérdés, amelyre választ keres munkatársaival Papp Norbert egyetemi tanár. A kutatók a leírások alapján az utóbbi 100 évben dombot kerestek, amely előterében egy Földvár nevű település állt. Mindezt a résztvevő Brodanics István beszámolójából tudjuk. A probléma csak az, hogy ezen a síkságon nincsenek valódi dombok, csak kisebb kitüremkedések, Földvár falut pedig nem sikerült azonosítani, pontosabban, mint egy tucatnyi helyen sikerült, de ezeket a feltételezett helyeket megerősítő döntő bizonyítékok eddig nem kerültek elő. Papp Norbert ezután azt ismertette előadásában, hogy a leírások és a korabeli térképek leletek alapján merre kutatták a helyszínt. A mély mocsár és annak a bizonyos nagyároknak, amit ma már szabad szemmel nem látni, találkozásánál volt a csata az eddigi bizonyítékok szerint. Ott nyomulnak előre az oszmánok délről észak felé, Mohács irányába, hadiúton, hadiút mentén, és ott próbálják megállítani őket ezek a keresztény csapatok, és hát ugye ezért vannak ezek a beszámolók, hogy ki a mocsárba vész, ki az árokba hal, még van olyan feljegyzés is, hogy a mocsármenti árok tele van halottakkal, tehát okkal gondolhatjuk, hogy itt az árok környékén majd lesz ennek a csatának még sokféle nyoma. A kutatók sok próbafúrást terveznek még a beazonosított területen, hogy régészeti bizonyítékokat találjanak. Második éve kutatják a csata pontos helyszínét az Akadémia kiválósági programjában. Csütörtökön a 11. Magyar Politikai Földrajz Konferencián számolt be Papp Norbert a kutatásairól az MTA Pécsi Területi Bizottság székházában. A Szovjetunióba hurcoltakra emlékeztek a pécsiek a Mártírok útján emelt emlékműnél. Az eseményen Páva Zsolt Pécs polgármestere mondott beszédet, aki az áldozatok megdöbbentő számára is kitért. Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. Igen nagy számú csoportra emlékezünk, akiket meghurcoltak a II. Világháború végeztével és ezt követően. A szám dermesztő. Több mint 900 ezer honfitársunk volt az, akik különböző ok miatt hadifogságba kerülvén, ártatlan elhurcolván, mentetiségük miatt, magyarságuk miatt az akkori Szovjetunió lágerébe kerültek. November 1-jével kezdődik a krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Már most 85-90%-os a pécsi támasz alapítvány létesítményeinek kihasználtsága. A hideg beálltával plusz férőhelyeket biztosítanak, valamint az utcai szociális szolgálat 24 órában működik. A női szálló zsúfoltsága miatt a tervek szerint egy ingatlant felújítanak a közeljövőben. A pécsi támasz alapítvány 1990 óta folyamatosan építi ki a hajléktalan embereket segítő intézményrendszerét. Jelenleg egy 70 fős férfi és egy 20 fős női éjjeli menedékhelyet működtetnek. Ezen kívül térítési díj ellenében 3 átmeneti szállást is igénybe vehetnek a rászorulók, valamint 50 fő fér el az ápoló otthonban. De egy 350 férőhelyes nappali melegedőt és egy 200 férőhelyes népkonyhát is üzemeltetnek. Természetesen a hajléktalanellátásnak van egy ilyen rutinja, ugye ez ha meleg van, ha hideg van, ilyenkor nyilván plusz férőhelyek, ugye elkezdődik az utcai szociális munka megerősítése, tehát 24 órában vannak, úgyhogy felkészültünk. Ilyen 85%-os különben most az intézményeknek a kihasználtsága, 85-90, van ahol 100% fölött van, ez főleg a női szálon, sajnos kevés a férőhelyünk, ott bővítenünk is kell, mert már dolgozunk rajta, egy ingatlant felújítunk, de az sajnos csak jövőre lesz kész, ott nagyon kevés most a férőhely. De máshol van, és be tudunk fogadni. Jelenleg 70 helyszínre mennek ki minden éjjel az alapítvány szociális szolgálatának munkatársai, de október 15-e óta megfigyelhető, hogy az utcán élők egy része igénybe veszi a plusz férőhelyeket, de nem csak a támasz alapítványnál, hanem a reményházában is. A női szálló zsúfoltsága miatt a tervek szerint egy ingatlant felújítanak a közeljövőben, valamint a férfi éjjeli menedékhelyből egy 20-30 fő befogadására alkalmas lábadozót is leválasztottak. De mi is segíthetünk a támasz alapítványnak? Kell menni és ugye megszólítani, mert azért nagyon sok ilyen bejelentésünk van a diszpécser szolgálaton keresztül, hogy az autóban látták, hogy valaki ott fekszik az úton.
mire kimegyünk, már nem is biztos, hogy hajléktalan, hanem valaki rosszul lett és elájult, de mindenképpen, hogyha van ideje és van rá módja, akkor álljon meg, kérdezze meg, nézze meg, hogy eszméleténél van-e. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye itt életek múlhatnak ezen. Aki meg a jobb állapotban van, de mégiscsak bejönne, az pedig a diszpécser szolgálathoz be lehet jelenteni, és akkor kimennek az utcai szociális munkások és behozzák. A támasz alapítvány működési területe Pécs városa és annak környéke, de működtetnek Baranya megyére és a Dél-Dunántúli régióra is kiterjedő szolgáltatásokat. A hideg miatt fokozott veszélynek vannak kitéve a vízmérők, házi vezetékek, a szerelvények, csövek elfagyása jelentős költségeket és váratlan kellemetlenségeket okozhat, víz nélkül maradhat a lakás, vagy épp ellenkezőleg köbméter számra elfolyt vizet eredményezhet. A vízmérők és az épületek házi vízhálózatának fagyvédelme a felhasználók kötelezettsége, hívja fel a figyelmet a Tettye Forrásház. Annak érdekében, hogy elkerüljük a fagykárt, időben kell megtenni a szükséges óvintézkedéseket, de ha már megtörtént a baj, mindenképp keressük fel a szolgáltatót. A fagy leginkább a vékony vaslappal fedett aknákban lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért érdemes az aknafedlap belsejét egy hungarocell lappal, ráerősített lappal szigetelni, illetve magát a vízmérőt egy nem netszívó hőszigetelő anyaggal, akár hungarocellel vagy építési fóliával körbe tekerni. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a vízmérő aknát, hogy nincs benne víz, nem csúszott-e félre a fedele, mert a hidegben egy ilyen apróság miatt is bekövetkezhet a baj. Magyarországon épp úgy, ahogy a világ számos országában népbetegségnek számít a cukorbaj. Az egészségügyi ellátórendszer folyamatos tájékoztatással próbálja felhívni a figyelmet, és nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. A Torna megyei Balassa János Kórház diabétesz napján lehetőség volt az állapotfelmérésre. Egy az 1980-as évek közepén készült felmérés szerint a megye lakosságának 2,5%-a szenvedett cukorbetegségben. Ez a szám mára 6-10% között mozog, körzetektől függően. Ez attól is függ, mennyire idős a lakosság az adott körzetben, mondta Sudár Zsolt belgyógyász főorvos. Magyarországon az ismert cukorbetegek száma is a 700 000 körüli, és ha hozzátesszük a nem ismert vagy a cukorbetegség előszobájában levő csökkent cukortolerancia, kóros éhgyomri értékű betegeket, akkor 1 millió betegről beszélhetünk. Ez már nagyon komoly szám. A világon 400 millió fölött van a cukorbetegek száma, és ez kicsit növekvő tendenciát mutat. Magyarországon az utolsó számok szerint talán stagnál, egy platófázis látszik, de hát ne hamarkodjuk el. A betegség kialakulásáról és az együttélésről számtalan oktatóanyag készül, és számos konferencia segíti a megelőzést. A Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodájának kezdeményezésére is sokan voltak kíváncsiak. Megelőzni kellene a bajt, és bizony így van, hogy megelőzni kellene, hogy mi egészségügyi dolgozók már ne találkozzunk a betegekkel, hanem maradjanak egészségesek minél tovább, minél hosszabb ideig. A jelentős betegszám növekedés mögött a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány és a stressz áll elsődlegesen. A betegség hosszú idő alatt alakul ki, akár egy esztendővel a kialakulás előtt is a bélflóra beszűkülése kimutatható, mondja Sudár doktor. Éppen ezért kiemelkedően fontos az odafigyelés a táplálkozásra. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Tűz a pincében, egy 26 éves férfi holttestére bukkantak a tűzoltók. Az internet használat veszélyeiről tartottak előadást bűnmegelőzési nap Mágocson. Lóárverés, kis csikók találtak új gazdára bűszénfán. Készülnek az angyalbatyúk, elindult a Caritas országos karácsonyi akciója. Több asszonyt kirabolt egy férfi Magyarkeszin tavaly május végén. Az egyik nőt annyira megverte, hogy több helyen eltört az arcüreg csontja, betört az orra, bevérzett a szeme, és több mint 2 hónapig tartott a felépülése. Mindezt néhány 10 000 forintért tette a férfi, akit a bíróság jogerősen 7 év és 6 hónap fegyházra ítélt. Üzenetet hoztam, ezzel a kijelentéssel jutott be egy 28 éves férfi egy 70 éves asszony családi házába Magyarkeszin tavaly májusban. A férfi kész szorított a nő nyakához, és követelte, hogy adja oda az összes készpénzét. Némi lögdösődést követően közel 60 000 forinttal és egy mobiltelefonnal távozott a házból.
Ez azonban a rablónak nem volt elég. A férfi néhány órával később bement egy másik családi házba is, ahol ismét előrántotta a hatalmas kést, és mivel a ház 71 éves tulajdonosa egy német állampolgár volt, az asszony anyanyelvén követelőzött. Ám a nő nem adta oda önszántából a pénzt, ezért a késnyelével többször fejbe verte az asszonyt, akinek több helyen eltört az arcüreg csontja, betört az orra és bevérzett a szeme. Több mint 2 hónapig tartott a felépülése. A férfi végül 14 ezer forinttal, 200 euróval és egy bankkártyával távozott a megvert nő házából. Ám a férfit a rendőrök elfogták, bíróság elé állították. A másodfokú tárgyalása Szekszárdon zajlott. A szekszárdi törvényszék másodfokon eljárva helyben hagyta a Tamási járásbíróságnak az ítéletét, melyben 2 rendbeli rablás büntettében, egy testi sértés büntettében és 1 rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszköze visszaélés vétségében mondta ki a vádlottat bűnösnek, mindezért 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte korábbi felfüggesztett börtönbüntetései végrehajtását is. Az ítélet jogerős. A férfi legkorábban 5 év múlva szabadulhat a börtönből. Holttestet találtak a tűzoltók egy ház pincéjének az oltása közben Szekszárdon. A tűz a Babits Mihály utcában keletkezett, hogy mi okozta, azt a későbbi tűzvizsgálat tisztázza majd. A szakemberek megfékezték a lángokat, és már az úgynevezett utómunkálatok közben a pincében találták meg a 26 éves férfit, akinek életét már nem lehetett megmenteni. Rendőrségi pecsét, fekete gumikesztyű, színégett ruhák, levegőben terjengő égésszag jelzi, hogy ebben a pincében tűz volt a minap. Szekszárdon a Babits utcában egy pincében keletkezett tűz, ahova a városhivatásos tűzoltóit riasztották, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, és az utómunkálatok közben egy férfi holttestére bukkantak. Az utcában lakók azt mondják, évek óta hajléktalanok laknak ezekben a pincékben, most úgy tudjuk, 5-en húzzák meg itt magukat. Közülük halt meg egy 26 éves férfi. Az, hogy mi okozta a tragédiát, egy későbbi tűzvizsgálat tisztázza majd. A pincével szemben lakók is azt mondták, hogy a lángok nem voltak nagyok. Ettől függetlenül a helyiek nagyon megijedtek, amikor észrevették a füstöt. A szomszédok kezdték el oltani a tüzet, hogy ne terjedjen tovább a többi házra. Az itt lakók szerint egy gyertya miatt kaphatott lángra az a rengeteg ruha, amivel tele van a helység. A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, vagyis kizárták az idegenkezűséget. Egyes felmérések szerint a nők harmadát éri élete során valamilyen bántalmazás, amely nem csak fizikai, hanem gazdasági, szexuális vagy verbális sérelem is lehet. A Siófoki Nők Együtt Egyesület erre is felhívta a figyelmet. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja kapcsán a civil szervezet immár 3. alkalommal tartott előadást fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, ugyanis a nőket ért bántalmazás kortól független hangzott el a programon. A fiatalok ma már egyre korábban létesítenek kapcsolatot, így a 10 évesek is ki lehetnek téve párkapcsolati bántalmazásnak, de az is hatással lehet rájuk, ha a családon belül látják, tapasztalják mások testi vagy lelki sérüléseit, mondta Probst Erika, klinikai szakpszichológus. Ezek a gyermekek bizony sérülnek ezekben a családokban, ezekben a kapcsolatokban, és nagyon fontos, hogy adott esetben ők is tudják, hogy mit tehetnek, hogyan segíthetnek saját helyzetükön, minél kevésbé sérüljenek. A bántalmazásnak számos formája lehet, emelte ki a szakpszichológus Siófoki előadásán. Van a verbális bántalmazás, szóbeli bántalmazás, ugye pszichés bántalmazás, fizikai bántalmazás, gazdasági bántalmazás, szexuális bántalmazás, és a tapasztalatom az, hogy ahol az egyik megjelenik, ott általában rövid időn belül szinte az összes megfigyelhető. A Siófoki Nők Együtt Egyesület 3. alkalommal hívta fel a figyelmet a kapcsolatokon belüli bántalmazásra a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja kapcsán. Világtársadalmi probléma, és úgy érzem, hogy ez nem tabu téma. Tehát a családon belül erőszak az már nem tabu téma, és lépnünk kellett. A városban rajtunk kívül senki nem ezzel a témával nem foglalkozik. Hazánkban becslések szerint a nők 25-27%-át érinti a családon vagy kapcsolaton belüli erőszak, és a bántalmazás minden generációban jelen van. Éppen ezért is hívták a programra a helyi középiskolásokat. Mint azt Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a témával az iskolákban is szeretnének majd foglalkozni. Talán
kisebb, szűkebb környezetben a gyerekek is bátrabban beszélnek a problémáikról, ahol van rögtön pedagógiai segítség, vagy éppen iskolapszichológusi segítség, talán ott még hatékonyabbá lehetne tenni ezt a fajta felvilágosító tevékenységet. A program zárásaként a résztvevők Siófok belvárosában közös sétával hívták fel a figyelmet a nők elleni erőszakra. A következő percekben a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Karácsonyváró családi nappal várjuk az érdeklődőket a Zsolnai negyedbe december 8-án. Az egész napos eseményen kipróbálhatják a dupló építőjátékot az Együtt épít a család program keretében. Lesz gasztrosuli, karácsonyi díszeket készíthetünk, csokoládét önthetünk és társas játékozhatunk, de számos más közös program vár kicsiket és nagyokat. A karácsonyváró a Zsolnai negyed Herkules műhelyében lesz. Az Ismerős Arcok zenekar 2019-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból országos koncertturnéra indulnak. Egy vérből valók vagyunk, 20 év, 20 dallam, 20 helyszínen mottóval. Az előadásokon exkluzív környezetben csendülnek fel az elmúlt 2 évtized legkedveltebb dalai, újra gondolva akusztikus formában. Pécset december 14-én hallhatják őket. A 2000-ben elnyert UNESCO világörökségi cím évfordulója alkalmából a római kori utakhoz, a Dunai Limeszhez, valamint az európai kulturális útvonalakhoz kapcsolódó előadásokkal és borkóstolóval várják a látogatókat a Cella Szeptikóra látogató központba a világörökség napján. Út az ókortól napjainkig, december 1-én 16 órától. Karácsonyi adománygyűjtő akció indul a Cella Szeptikóra látogató központban. A szervezők megunt, de jó állapotú játékokat és könyveket várnak, amik a baptista szeretetszolgálat együttműködésével jutnak el hátrányos helyzetű gyerekekhez. Az adományokat cipős dobozban várják a látogató központban november 30-ától december 20-áig. A dobozon jelezve, hogy hány éves fiú vagy leánygyermeknek szánják. A programokról részletesen a www.pecsprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Bűnmegelőzési napot tartottak a Baranyai Mágocson. A településen is zajlik a lépésváltás projekt, melynek célja, hogy a közösséghez, térséghez való kötődést erősítsék a lakosságban. Ennek keretében tartottak előadást az internet használat veszélyeiről. Az internetben és a közösségi oldalakban rejlő veszélyekről tartott előadást Mágocson a rendőrség. A programot a Lépésváltás az Északhegyháton projekt részeként rendezték meg a Baranyai településen. A Lépésváltás alapvető célja a humán közszolgáltatások fejlesztése, illetve az életminőség javítása, amihez a közbiztonság alapvetően hozzátartozik. A mai a bűnmegelőzési fórum nevet viselő rendezvény. Ennek célja a bűnmegelőzési stratégia előkészítése a térségben élők számára. A programmal arra hívják fel a figyelmet, hogy az Északhegyháton is lehet még jobb az élet. Az előadásra pedig bármely korosztályból érkezhetett a közönség. Minden korosztálynak szólt, hiszen ez egy bűnmegelőzési fórum volt a rendőrség részéről, de a megjelent résztvevők között voltak 7. és 8. osztályos általános iskolás gyerekek, illetve felnőttek, nyugdíjasok és a polgárőrség tagjai is részt vettek az előadáson. A Lépésváltás projekt egyébként a térség 6 településén zajlik. A programokkal szeretnének hozzájárulni a helyben boldoguláshoz, erősíteni a közösséghez, településhez való kötődést. Ebben helyi mentorok segítik a résztvevőket. Településfejlesztés, természetvédelem, idegenforgalom vagy akár földrajztanári pálya, ezeken a területeken is elhelyezkedhetnek azok a fiatalok, akik geográfus szakon végeznek. Tehetségnapon hozták közelebb a diákokhoz a földrajzot a kaposvári Munkácsi Mihály gimnáziumban. A cél, hogy azok a fiatalok, akik a középiskolákban szeretik a földrajzot, később ezen a szakon tanuljanak tovább az egyetemen is. A Munkácsi Mihály gimnáziumban immár 5. éve szerveztek tehetségnapot a földrajzot kedvelő diákok számára, akik közül vannak olyanok is, akik ezen a területen képzelik el a jövőjüket. Mindig is érdekelt a földrajz, a világunk elhelyezkedése a világegyetemben és az egész bolygónk. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a földrajztudományok megismertetésére. Immár 5. éve a Pécsi Tudományegyetemmel közösen pályaorientációs tehetségnappal próbálják a fiatalok érdeklődését
érdeklődését felkelteni a tudomány terület iránt. A többség legalábbis szereti a földrajzot, viszont a jövő felé inkább másban gondolkodnak, pedig vannak itt is lehetőségek, akár magával a tantárgyal tovább tanulni, akár kifejezetten geográfia vagy geológia irányban tovább tanulni. A fiataloknak a Pécsi Tudományegyetem hallgatói élménybeszámolót is tartottak. Viszonylag sok dolgot meg lehet tanulni a földrajzon belül, mert rendkívül szerteágazó, sok mindenbe belekóstol az ember, szóval, hogyha nem is igazán tudod, hogy mit akarsz választani, akkor is jó, mert tanulhatsz közgazdaságtant, vagy tehát inkább a gazdasági rész, természeti rész, és engem igazából maga a terület és a település fejlesztés fogott meg. A klímaváltozás az egyik legérdekesebb, és napjainkban a tudósokat leginkább foglalkoztató téma. Erről is beszéltek az előadáson az iskolában. A társadalmi részeknek talán az egyik legfontosabb kérdése a migráció, ami ma a médiában is nagyon sokszor taglalt. Honnan jönnek, miért jönnek, merre tartanak az emberek, miért változtatnak lakóját, joguk ez, lehetőségük, mit tudunk vele csinálni. Természetföldrajzban alapvetően, és ennek azért vannak társadalmi hatása is, klímaváltozás, globális felmelegedés és az erre adott társadalmi kihívások. Hogyan fog egy város, egy ország élni akkor, hogyha lényegesen melegebb, szárazabb vagy extrémebb klíma közepette kell ezt tennie. A rendezvény célja, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzák a földrajztudományt, s így keltsék fel az érdeklődésüket a terület iránt. Kiváló fajta munkavégzéshez mégis manapság leginkább hobbiként vagy tenyésztésre tartják a magyar hidegvérű lovakat. Az idén született kis csikók találtak új gazdára bőszénfán, itt évente egyszer tartanak lóárverést. Ezúttal 19 állatra lehetett licitálni. 410 000 forint az ajánlat először, 410 000 forint másodszor. 420 000 forint először. Végül ennyiért talált új gazdára ez a csikó. Voltak lovak, amelyekért egymás után érkeztek a licitek a bőszénfán rendezett magyar hidegvérű lóárverésen. A leendő vásárlók az állat több tulajdonságát is figyelték felvezetéskor. A küllem és a tenyésztés szempontjából a felmenői, hogy mégis miket örökítenek, és hogy hogyan tudom én is tovább örökíteni csikókba ezt majd a jövőben. Dicsérd 181-es Rudinak a csikója, egy pejszínű. Voltak, akik vásárlási szándékkal érkeztek a Somogy megyei településre, sokan viszont csak nézelődtek a lóárverésen, vagy a jövő lehetőségeit keresték. Van már ugye 4 lovam, 2 arab és 2 hidegvérű. A 2 hidegvérűt azt a tavalyi évbe vásároltam, és hát most lesznek 3 évesek, elkezdem a tenyésztést is. Elsősorban azért vagyok itt, hogy a méneket nézzem, amivel fedeztetni lehet. Évente egy alkalommal rendez lóárverést a Kaposvári Egyetem vadgazdálkodási tájközpontja. Ilyenkor általában az adott esztendőben született, leválasztott csikókra lehet licitálni. Ma már úgy tűnik, hogy a ló látványa, a szépsége, megjelenése az, ami megfogja az embereket, a tenyésztőket. Nagyon kevesen dolgoznak ma már lóval. Ez kiváló fajta egyébként arra, hogy munkát végezzünk vele. A bőszénfai lóárverésen 19 csikóra lehetett licitálni. A limit 300 000 forintról indult, és átlagosan 410-490 000 forintért találtak új gazdára. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon Krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 000 termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 000 óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés.
A Matt Marquezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Elindult a Magyar Katolikus Caritas országos ajándékgyűjtő programja. Az Angyalbattyú azzal a céllal indult útjára, hogy minél több rászoruló gyerek számára legyen örömteli a karácsony. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas három gyűjtőpontban, valamint Baranya és Tolna megye helyi Caritas csoportjainál kezdte az akciót, amelyhez iskolák is szép számmal csatlakoztak. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas is elindította idei Angyalbattyú akcióját. A programmal nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szeretnék évről évre szebbé varázsolni, úgy, hogy ajándékokkal töltött cipős dobozokat gyűjtenek, melyeket becsomagolva eljuttatják a nélkülöző családoknak. Nagyon sok szervezet keres minket, akik szeretnének adományozni, tehát a saját adományozati körüket bevonni ebbe. Természetesen megpróbálunk sok igényt kielégíteni, de alapvetőleg az egyházmegyénkben működő Caritas csoportok azok, akik előnyben vannak részesítve, hát ő feléjük visszük. Az ormánságban is több ponton van a Caritas jelenlétpontokkal. Az Angyalbattyú akcióban különféle szervezetek és magánszemélyek is részt vesznek, de az egyik legfontosabb része a programnak, hogy iskolákat, főleg középiskolákat szólítanak meg. A diákok osztályonként akár versenybe gyűjtenek, készítenek ilyen adományokat, és akkor ezt beszállítva hozzánk, vagy esetleg, hogyha kérik, akkor természetesen elmegyünk érte, egy ilyen verseny kapcsán melyik osztály tud többet gyűjteni, és a tavaly éve például az egyik osztály, aki kiemelkedően sok ilyen angyalbattyút készített, ott volt velünk, elmentünk együtt egy olyan kiosztási ünnepségre, ahol ők adhatták át a kisdiákoknak, első osztálytól nyolcadik osztályos diákokig egy iskolában az adományaikat. A becsomagolt ajándékokat Pécsett három gyűjtőponton, a Janus Pannonius utca 4-es szám alatti Caritas központban, a Lánc utca 6-os szám alatt működő Szeretett Lánc központban, és majd december 1-től a Széchenyi téren felállított adventi Caritas pavilonban lehet leadni. Az akció december 19-éig tart. Ahogy egyre jobban lehűl az időjárás, a házi állatokról is másképp kell gondoskodnunk. Fontos a megfelelő fekhely kialakítása, valamint a víz és a táplálék biztosítása. Mindezek mellett pedig arra is oda kell figyelni, hogy ne kóboroljon el kedvencünk. A téli időszak beköszöntével fokozottan oda kell figyelnünk a szabadban tartott házi állatokra. Fontos szempont, hogy megfelelő meleget biztosító és fedett fekhelyet alakítsunk ki kedvencünknek. Ha pedig valamilyen takarót teszünk az állat helyére, azt többször is ki kell cserélnünk, ha párás az időjárás. A hideg időben a táplálékon is változtatnunk kell, előre fel kell készíteni az állatot a télre. Ilyenkor egy kicsit táplálékdúsabb, akár zsírdúsabb táplálékot kell az állatnak adni, amivel elkészül a téve, illetve a víz. Nagyon fontos, ilyenkor is megfelelő minőségű és mennyiségű vizet kell adnunk. Kritikusabb természetesen különnek kint adott állatoknál, hiszen ilyenkor nagyon gyakran befagy a víz. Ezt a vizet azért ugyanúgy cserélnünk kell, és ugyanúgy biztosítani kell a frissívó vizet az állatok számára. Az esős, havas időben különösen oda kell figyelni a sétáltatási szokásokra. Sok gondot okozhat ugyanis, ha az állatok mancsa megsérül. Ügyelnünk kell arra is, hogy a házi állat ne szökjön el, mivel a hidegben nehezebben találnak maguknak élelmet és vizet. Ha azonban ez mégis megtörténik, az állat visszatértével megfelelő táplálékot és friss vizet kell biztosítanunk. Jól érzik magukat a pécsi állatkert lakói télen is. Az állatok legnagyobb része már fogságban, Európában született, így ők már sokkal jobban bírják a hideget, mint vadon élő társaik. A pécsi állatkertben télen is találkozhatunk trópusi állatokkal.
Vidáman úszkál a nagy hideg ellenére is Bonifác a pécsi állatkert borjúfókája. A legtöbb lakót sem zavarja a téli időjárás, de sokan már elfoglalták a melegebb odukat is. A legtöbb állatunk már másik európai állatkertben született, így ők elég jól bírják ezt a hideg télies időjárást. Nagyon sok állatunk van, akik semmilyen előkészületet nem igényelnek. A bölények például vastag szőrmebundát növesztenek maguknak, a fókák szintén a szőrzetükkel, illetve vastag zsírréteggel védekeznek a hideg ellen. Azoknál az állatoknál, akiknél szükséges, vastagabban almozunk, hogy ne fázzanak. Az igazán melegigényes állatok, ők már elfoglalták a téli szálláshelyüket. Sok állat saját maga dönti el, hogy kint vagy inkább fűtött szálláshelyükön tartózkodnak. Az állatkert munkatársától azt is megtudtuk, hogy ennek az időjárásnak legjobban a fókák és a nagymacskák körülnek. Döntőjéhez érkezett a Baranya megyére is kiterjedő népmese vetélkedő. A szakmai napok célja, hogy a versengés során a fiatalok saját kutatás alapján ismerkedjenek meg a népmesék világával. A végső megmérettetése a Pécsi Kulturális Központban volt, mely egyben főszervezője is az esemény sorozatnak. A program megvalósításában közreműködött a Szofiáne Kulturális Egyesület. Árumába járt a Pécs utcáit, és éppen a Percel Miklós utcába tartott. Javában zajlik a népmese vetélkedő döntője. A színvonalas első alkalommal megrendezett népmese világával foglalkozó rendezvény megvalósítását a Szopiáni Kulturális Egyesület segíti. Komoly referenciájuk van, hiszen 10 éve már, hogy vetélkedőket szerveznek iskolás gyerekeknek Pécsett és Baranya megyében. Most is az egész megyét érinti a tavasszal indult kulturális, a népmese világával foglalkozó irodalmi verseny. A Szopiáni Kulturális Egyesület végezte a rendezvények a szervezését, a kommunikációját, a felületek létrehozását. Döntő részt mi állítottuk össze azokat a feladatokat, amelyek a gyerekek versenyeztek, illetve most magát a döntő megszervezésében is aktívan közreműködtünk, illetve elnök helyettes asszonyunk képviselteti magát a zsűriben is. A vetélkedőről a népmese.hu internetes portálon értesülhettek a gyerekek, ahol az első forduló feladatait is megkapták totó formájában, mely az olvasnivalónak kiadott mesére épült. Akkor 30 gyerek vágott bele a munkába. Elsősorban nem csak azok az iskolák, akik amúgy is benne vannak a programban, hanem lehetőséget adtunk azoknak a gyerekeknek is, akik jelen pillanatban még nem látogatják a népmese pontot. A döntőig 16 gyerek jutott el, a döntő előtt volt még egy forduló, abban népmese jelleggel kellett a gyerekeknek írni egy saját mesét, ami a Mátyás király éve alapján, ugye Mátyás királyt kellett, hogy beleszőjék a mesébe, és lehetőleg pécsi helyszínen játszódjon ez a történet. A szakmai napok célja, hogy a versengés során a fiatalok saját kutatás alapján ismerkedjenek meg a népmesék világával. A végső megmérettetés a Pécsi Kulturális Központban volt. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Kézilabda Akadémia a vele kapcsolatban álló közoktatási intézményekkel. A boglári, a fonyódi és a siófoki iskolákkal már évek óta jól működik a közös munka, a jövőbeli terveket pedig egy szerződésben foglalták. Az eseményen Mocsai Tamás, az akadémia ügyvezetője kiemelte, az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal is folyamatosan tartják a kapcsolatot, hiszen a sport mellett elkötelezetten támogatják a tanulmányokat is. A Balaton-Boglári Általános Iskola tanulói közül 15, 8. és 7. osztályos fiatal sportol jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Türjei Attila, az intézmény igazgatója kiemelte, fontosnak tartják a gyerekek rendszeres sportolását. Főleg a mai világban, ahol bizony kezd háttérbe szorulni a mozgás, és a gyerekek sajnos csak az új infokommunikációs eszközök elé telepednek le, és ott töltik az életüket. A NEKÁ-val való közös munka része az is, hogy a fiatalok tanórái ne ütközzenek a napi 3 edzéssel. Amennyiben az osztály létszám megengedi, mint például most, hogy meghaladta a 14-et a gyerekek létszám, külön osztályt indítunk a gyerekeknek, így a külön osztály lehetővé teszi azt, hogy neki külön órarendjük legyen, és maximálisan egyeztetve működünk, tehát nálunk ez megoldott. A Siófoki Szakképzési Centrum intézményeiből közel 100 fiatal szintén a NEKA sportolói közé tartoznak. Elsősorban a minőségre próbálunk rámenni, tehát ugye nem csak a kézilabdát, mint sportágat szeretnék kiszolgálni minél magasabb szinten,
hanem elsősorban a nálunk tanulóknak nyilván szakmát is szeretnénk adni, hiszen ez volt az eredeti cél, ezt még Mocsai Lajos rektor úrral közösen határoztuk el. Én azt gondolom, hogy ez elég jól működik, ez a fajta együttműködés kombináció. A NECA a már jól működő közös munkát egy megállapodási szerződéssel is hivatalossá tette az érintett intézményekkel. Az utóbbi 5 év tapasztalat mutatja, hogy mi folyamatos együttműködésben vagyunk az iskolákkal, az igazgatókkal, az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, mert egyszerűen felsértelhetőzünk a szülők iránt és meg a fiatal iránt is, hogy a teljesítményt nyomon kövessük. És hát most alá írunk egy olyan megállapodást, ami ezekben az évben kialakult ez a munkásságunk. Ugye egyrészt mondható a Matthias János szakgimnáziummal, a Mátyás Király gimnázium a Fonyón, a Balaton-Boglári általános iskolával, hiszen oda járnak diákjaink. A cél, hogy a diákok a pályán és a tanteremben is jól teljesítsenek. Ennyi volt mára a Pannonkrónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!